Én mindig lenyűgözöm saját magamat, a keverési technikám észre se vetted, hogy zeneváltás volt már megint. Zsizin Arthur, Esmeralda Hossi Armando de la Vega, és ez itt a kert. Hello, azt hittem hosszabb ez a kis... Ez a kis izé. Hello mindenkinek, srácok, szevasztok! Szeri, kösz szépen! Csendi Szabinak, ha nem szóval fel, akkor egy buzi. Ez egyébként mindenkire vonatkozik. Jaj! Olyan voltam, mint egy gőzmozdony. Egy igazi gőzmozdony! Szevasztok, hello mindenkinek, Magyarország egyetlen igazi RP streamjén. Úristen, de nagyképű ez a kijelentés, bazd meg. Nem baj. Önbizalom kell a sikerhez. Az önbizalom az a siker első számú titka. Jó napot kívánok, fiatalember, mibe segíthetek? Megkérdezhetem, hogy nem napot. Még az üzlet. Nézze már, megvan-e hidraulika folyamatok. Hát jó, van, akkor nyissa ki, kérem, gyöljön velem. Most megnézem. Full tuning. Istenem! Önbizalom kell a sikerhez. Itt a hidraulika hely. A köcsök, hogy bevette? Nagyon-nagyon rég. Így, az anyáma! A buzi? Nézze már meg, hogy van-e benne hidraulika. Hát jó van, el kell rejteni valahova. És letagadni, hogy nem én voltam, nem velem találkozott. Én hova vitted? Megnézted, van-e? Micsoda? Jó napot kívánok, hát magam meg ki a gyász. Hát? Az előbb vitte a kocsimat, hogy megnézted benne. Én? Hát maga összekemel engem valakiben, akkor már életben. Akkor megkeresem, aki elvitte a kocsimat isznak. Tégla már hozta a köbméter sódert, bazeg. Nagy alapozási munkálat. A hamari a bűne. Én ti én vagyok a izé, a szép fiú, te ki vagy, hát? Én a rossz fiú vagyok. Én, nem a buzi fiú. Ti figyelj már, tégla. Hallod? Buzi tégla. Mondjad, mi van? Van telefonom? Add már fel egy hirdetést. Hát csinálom, nyilvánok, hagyjál már még én, na. De ne szálljoljál, kurva nyádat! Még kell szálljolni? Istenem! Csurutéklap! Kapta a nevelő flaskát. A porosz lengőt. Hát ez nagyon szép autó. De még most sem láttam a belső kártyát. Közelebbről megvizsgáltam. Hát... nem. Írjatok már be a gépbe minket, addig gyorsan. Lali, nézed már, menjél már ki a sorokra, nézed, menjön-e valaki? Jó. Gyorsan földugom a fendrive-omat. Hallod? Akkor tapsoljál egyet a csöcseiddel, Lali, ha jönnek. Elkezdem beniszállni itt az adatokat. Az én nevem tudom, mi legyen? Mondom, hogy várjál, mi legyen. Várjál, még megkezdem, hogy elfogod, de nem tudom. Az én nevem Szoporny Ica legyen. Egy ukrán vendégmunkás. Szekezd legyen a neved Hocker? Legyen Ham Hocker. Ham Hocker. Ami még passzol is. Vagy Jolly Joker. Jolly Joker. Jolly Joker. Ha, én vagyok a Jolly. Igen, meg pont a sivel, te hülye. Honnan tudnád, hogy írja, bazd meg, ez egy álnép, te hülye gyerek. Na Lali, neked mi legyen? Nekem le legyen krumpli. Kussolj már el! Ígyen valaki. Üdvözlet, üdvözlet. Jó napot. Jó napot kívánok! Tisztelettel. Jó napot. Szép jó napot. Jó napot kívánok, az izétől jöttünk. A Jupicitőn ellenőrizzük a hálózatokat. Ideje volt. Már két hete szóltunk. Nem azért is mondom, mert az internet azt mondják, hogy izé. Elment Bori. Gyere ide, Lajos, hely! Gyere ide, fiam! Megyek. Figyelj már, kim van a kocsiban a szerszámos láda, hozzad már be, mert szétbaszlak. Mi folyik itt? Jó napot kívánok! Hálózatszerelők vagyunk, az internetet panaszt kaptunk, hogy itt nincsen hálózat, ezt javítsuk. Lent már készen vagyunk.
Ne kamuzzon, úgy hallottam, hogy mégis fölvették magukat a rendőrségre. Úgyhogy... Ez hazugság. Tegyék magukat hasznossá. Tegyék magukat hasznossá. Ez nem így van, hát hálózatszerelők vagyunk, van meg. Hálózatszerelők vagyunk, Dick, ha? Akkor szereljenek hálózatok alól. Tigásztól jöttünk. Ilyen tigásztól jöttünk. Csak értetlenkedem, kapafogó, geci. Csak csinálod. Mi történt? Majd mindjárt meg kiderül, mert kimegyünk innen, bucira verem azt a tokmány fejedet, buzi gyerek. Vágod? De mit csináltam? Ne ugassál vissza, megmondtam! Jó. Bobot. Ez a kezdencem. És itt nulláról, bocs, és elsétel szét, szélet, hello, egy. Hát figyelj már ide, hát. Most leellenőrzik a gépbe az adatainkat, nem mesztré? Hát, figyelj, én úgy tudom, hogy nem. A Lali azt mondta, beírt a faszán az adatokat. De beírtam, hát. A Lali írta be, hát akkor nem, annál most leves. Az a helyzet, hogy lefutottuk a rendszerbe az a papírokat, és két urnál hamis személyigazolványt találtunk, erről a főnököm bőven tájékoztatott. Azt a kurva, kidejön. Viszont micsoda? Egy pillanatot kérnék, és fogjátok el? Mi? Most itt mi történik, ha? Na gyorsan lehajok az úriember. Őt is fogjátok el? Hát ez baj. Mennyinél derült? Hát ez baj. Ez már megint baj. Mi történik? Pusoljál már el! Jó, az urakat tájékoztatni szeretnék. Én ilyenkor összeszokulasunk segjük, hogyha ízgul. Igen? Inkább kitárgul, he, mint egy medúza, azt járna az a kafa. Azt tetszene, aki kitárgul, mi? Nekem nem, he, külön a gyerekszem. Te vagy a nagy buzi vezér. Egy kis figyelmet, uraim, majd... Mondtam, hogy fogd be a pofádat! Fejezd be! Az erőszak, hát mindig csak... Hát mindig ezt csinálják. Gyorsan, mert megölik egymást. A kurva anyádat, te mocskos geci! Te fejezd be, mert leköplek. Még egyszer így viselkedsz, te vettesz áldalmasat. Ez egy láma. Hát, az hát egy láma, hogy köpködjét. Az köpködött. Amikor faszopszaksz is köpködött, egy ászos. Jó, várj, azért még tájékoztatom az urakat, hogy jogukban elhallgatni. A kockázatok is mellékhatások felhasználhatja. Felhasználható önök ellen a bíróságon, jogában áll, jogában áll ügyvédet fogadni. Köszönöm szépen. Te, nagy adatbeíró kurvanyának. Az ügyvéd, de mi lesz? Hát ebbe beírtam. Jogukban áll, meg fogjuk kérdezni a kihallgatáson, hogy ilyenek ezzel a működésre. Dik, az mi? Te ilyen izé nagy torrac vagy? Hülye! Hogy csinálod? Lali, te ennyire hülye vagy? Te ennyire hülye vagy, Lali, hogy nem írtad be saját magatokat a rendszerbe? De beírtam, vagy nem? De hülye fasz! Viszket a segre! De hogy lehetsz ennyire hülye? Ha? Geci, nagyon viszket, ha? Bakard már meg, Lali, térdej már, ne! Na várjál! A homlokoddal! Nagyon viszket! Én geci! Kicsit büdös, ha? Szevasztok, hello, üdvözlök mindenki itt a rendezvényen! Jó napot kívánok! Na, hol van kitöltve a Ferenc keserű? Hát itt csak keserű van, Ferenc. Itt csak egy keserű van, fia. Az föntáncol a színpadon. Ha bátor vagy belegyalsz, olyan keserű lesz, mint egy összeborzsolt algopirit. Merre van? Hol van kitöltve a Ferenc keserű? Az egyáltalán mi a faszom? Ilyen létezik? Na hát erről beszéltem, itt ez az egy keserű van. Fogadok bele 5000 dollárt, vagy nem bírod elcsábítani a bajszos gecit. Nézzük meg, hogy egyáltalán milyen vagy bevetés. Dehogy nem. Na nézzük akkor. Készítsd a pénzt el, szállat öreg. Na nézzük meg, a bajszos nem tudod a sámítani, te csöves. Én ide figyelj, bajszos. Mondjak, Tomám. Tetszem neked, bocsi. Tetszem neked, bocsán. Először nem randizni, hogyha túléled ezt. Kala, csak akkor, hogyha jobban szopom, mint a magyar válogatott. Ne aggódjál, annál biztos, hogy jobban. Hát akkor megbeszéltük, tetszel nekem, vagy tetszem neked, vagy hát most ezt senki nem tudja már, hogy mi a kérdés. Ide és oda is megy a vonzalom. Ennyi. Tessék, kérem. Nagyon sajnos, semmi engedélye nincs. Ülj már, Behali. Jó, akkor szeretnék kérdezni, hogy milyen halat fogott ideig. Figyelj már, Lajos. Igen. Tudunk beszélni? Persze, mondd. Hát neki kell szállni ahhoz, tudod, hogy megbeszéljük. Ja, gyere. Na, igen. Hello! Szia! Ott úszik egy szar a vízbe! Ja, nem, az te vagy, Lali. Egyen meg bőre. Gyere már, szállj már be! Érted, jöttem! De nem tudok beszállni. Hát akkor meg minek kellett úsznod, hülye gyerek? Látod, milyen hülye vagy? Most érted, jöttem!
visszavittem volna amúgy megint. Micsoda, nem hallom, állj már meg. Mit mondtál? Ez már kiárt neked? Kiárt neked a kurva nálad? Állj már meg, Doki, ha? Állj már meg! Elnézést, a barátom elájult. Most még kell bántani? Hallott nekem, Asgeci, mi a fasz csináltál a tézével? Téglával, hallott? Mi csinál? Mi bűtöltöd vele? Miért bántod a téglát? Ha? Miért bántod? Ne, a kurva nyelt a... Istenem, Geci! Doktor úr, segítsen már, barátaim rosszul lettek! Az öreggel ma nem lehet bírni, Geci! Na, itt van az ügyvéd úr, kapnak egy pár percet. Baktáló ügyvéd úr, jó napot! Itt egy aljas tévedés történt. Ezt már előre leszögezem. Szóval az van, ügyvéd úr, hogy szétbaszott az ideg. Érti? Igen, nagy vagy jöttünk itt ellenőrizni, meg ilyen nagy karate tanításokat végeztem a városba. Meg Ghostbustersként is tevékenykedek. Spirituális ember vagyok, hiszek a karmában, és hiszek egy országban, igazságban, meg mindenben is hiszek néha. A második nevem az pedig a Béla. Szóval így jöttem, előre léptem kettőt, azt hittem, hogy kihívta valaki a mentőt, de visszanéztem, most nem volt ott a mentő, csak egy közjegyző. Azt mondta, hogy hamisak az okmányai, bátyja, ezt most mindenki látja. Mondom, álljál már, lefékezzél, te csöves kukorica, mert rád bágok egyet, azt az arcodnál meg leszeded a medgyet. Az meg azt mondta, hogy nem kell magyarázni, durrant a bilincs, már vittek a cellába, azt belefeküdtem lent a cella társam ölébe a debellába. Köszönöm szépen, ez volt. Értem, tehát azzal vádolják, hogy hamis okmányok vannak magánál, levitték, és ott akkor jóban is erőszakolták. Engem? Többször is. Mondjak még valamit? Mondja nyugodtan. Egyszer az volt, hogy mentem az úton, azt megálltam tankolni a benzinkúton. Azt ott néztem, ott volt egy zigi a pulton. Mondom, majd már egy zigi, te csöves bána. Azt mondja nekem, hogy nem adok, hogy elkenem a szádat. Mondom neki, gyere, dob föl a kezed, te kukoricafejű geci pisztoly. Kigyött, durrant a pofon, elfeküdt kétszer. Azt mondtam neki, hogy az égre megnéz fel. Tudod, hogy volt? Egyszer ez történt. Mint pedig nagy történt események alapján. Így van. Ez történet. Volt a sztori. Azt kigyött, rárúgtam kettőt. Azt elsírta magát. Érted? Hát igen. Őt nem csodálom azért. Én sem büttem volna magát. Egyszer azon gondolkodtam, hogy egy kosár almában van 12 darab. Meg 3 szilva. Az hány köbméteres tonyásos tonyási? Na hát ez az. Szedhöz legalább 2 hektolitát el lehet belőle főzni. Ezen gondolkodtam. Uraim, azt el kell mondanom önöknek, hogy az ügy minden szakaszában jók van a hatékony védelemhez. Én fogom akkor önöket képviselni. Az úriembert már meghallgattam. Ez és akkor most meghallgatnám a másik úriembert is. Na nézzük, jó? Jó napot. Jó napot. Mi az, hogy mit hát kell igazság... mondani? Ez hülye. Ez hülye, ennek papírja van róla. Nekem amúgy elmondhatják az igazat, hogy én az ügyvédjük vagyok. Tehát nyilván az ügyőri titoktartás meg kell. Az én papírom az nem hamis. A tiéd igen? Hát a... hamis. Mi mindkettőnként. Micsoda? Ki kell egy zsebkendőbe. De régi emlékét. Szóval, hogy... Igen? Én alatt csak... Nem bírom. Ne hitt itt már, te csöves! Fejezd már be! Pinálban! Pinálban! Ha papírjaink, ha hamisak, a kurva anyádat, te vagy a hamis, te gyászos! Te gyászos! Az Isten megbassza már! Ez aljas rágalom! Aljas rágalom! Nyugodjunk meg, nyugodjunk, megcsúszott, jó? Nyugodjunk meg. Mentős úr, megcsúszott az úriember, bevágta a fejét, segítsen már. Jövök, jövök. Ha van, aki hallja ezt, amit most mondok, akkor mindenkinek a kurva anyját. Na jó van. Szóval akkor az ön papírja hamis. Az már biztos igaz, azt mondta. Mi? Micsoda, kié hamis? Az ön papírja. Mi? Nem, ő is hamis. Az enyém hát nem hamis. Azt ön honnan tudja? Nem is láttam ezt soha, nem is ismerem. Most először voltunk szolgálatban. Azt sem tudom ki ez. Még mikor a kép beírtam, bevéltem, de nem nyomtam el. Azt sem tudom mi a neve. Valami fapadozó. Mikor belaptunk a rendőrségre. Fapadozó Balos? Az a nevet, hát. Öreg, én vagyok a Lali, hát. Pali? Én semmilyen Palit nem ismerek.
Na, Lali! Soha nem láttalak életemben. Szóval ön Lali, azt állítja? Igen. Jövök egy Hector. Én semmilyen Lalit nem ismerek, pláne Hector. Nem, én nem vagyok Hector. Az én nevem Szopor Ica. Szopor Ica, tehát női neve van. Nem. Ez nem női név, bassza meg. És nem ha Szopor, nem ilyen név. Hanem Szopornyi. Szopornyi Ica. Ez egy ukrán Szopornyi név. Szopornyi Ica. Há. Á, értem. Hát nem beszélek jól ukránul, elnézést. Na, úgyhogy... Én meg... Ő... Veg. Mi a fasz? Micsoda, még egyszer? Ő... Veg. Tehát ön ő... Veg, de előbb még Lajos volt. De ne... Át keresztelődtem. Értem. Mikor keresztelődtél? Lássa, hogy hazudik. Mi az, hogy ő... Hát... Veg. Takarodjál már innen, hülye gyerek. Üveg, geci. Licabáltattál már magad, takarodjál ki a szobából. Menjél ki! Most mondom neked, már most felidegesítettél. Na, nyugodjunk be itt, jó? Meg fogom baszni az anyádat! Mikor kezdtek a rendőrségem? Mikor kezdtek a rendőrségem? Hát tegnap beszöktük. Igen? De bejöttük, hogy képbe van magunkat, aztán... Megbaszom az anyádat, köcsök gyerek! Jó, hát így nehezebb lesz mondjuk, de hát megoldjuk, jó? Micsoda? Megoldjuk. Nem, miért nehezebb lesz a védelem, de megtalálunk rá valamit. Hát de mire talán ki az üveges gecit, hazudodik össze-vissza? De nem azért igazából, mert itt úgy tudom, hogy a... Hát előbb még Lalinak mondta magát az úriember, hát erről van szó, ez egy impostor. Találtak egy Vég Béla igazolványt, akkor most maga Vég Béla? Ez-e? Hogy most... Ez Vég Béla? Én? Én nem vagyok Béla, hát. Hát de én krumpli pürét tizedes vagyok, mi rendben? De most, ja, akkor most krumpli megint szórakozol. Most de most játszod a picsádat, megint elpofozlak. Azt viszont el kell mondanom, hogy uraim, maguknak továbbra is jogban áll hallgatni, illetve az én tanácsomat meghallgatni, hát az én kéne, hogy a kérdésekre, jó? Érti. Hát de most jó, minek, ha hallgassuk? Mussoljál már, üveggeci! Na, uraim, uraim. Hát csak ügyvéd jelenlétében vagyunk hajlandók vallomást tenni, az van. Csicsi, reggelek, már kicsit uraim legyenek szívesek erről a dologról, mert ez nekünk nagyon nem tetszik ám. Hát, hát nekem se tetszik sok minden. Az élet hát, ilyen. Úgy volt. Hát hogy bement, nem? Bementünk a rendőrségbe. Azt beírtuk a gépbe a adatokat és akkor úgy. De hogy fértek hozzá ugye? Na álljunk meg itt egy ásonyomra. Most azonnal. Te mi a kurva anyádról beszélsz már megint? Kérem uram, hát... fogják vissza kicsit magunkat, jó? Kérem, egy picit. Nem magához szóltam el. Egyszerre csak egy beszéljen, de ez hazugság, ez nem igaz, amit hát... beszél ez a kapakopú köcsög. Mondtuk, hogy hát Tigáztól jöttünk, meg ilyen. Aztán mondtuk, hogy ha hálózatszerelek vagyunk. Figyelj már, de te miről beszélsz? Megint miről beszélsz? Kussolj már el a hülyeségeddel, hát ez nem igaz. Jó. Ma először találkoztam ezzel, hát. Az előbb itt előadta, hogy üvegnek hívják. Hallod, buzi? Hey, öreg, így ha hallasz? Ne tegezzél, megmondtam. De figyelj már, várjál. Mutat Joker, figyelj meg. Na, mondjad, mi a geci van? Nem kell aggódni, visszajönnek, értünk. Azok is egy faszopók, itt hagytak minket. Ki fognak szabadítani, hely? De kussolj már, soha nem láttalak üveg, geci. Érted? Kurva anya. Na jó, most van nálam egy zsebkendő, leteszem ide a padra. Ráülök a zsebkendőre és szarok egyet. Most fölállok, összegyűröm és áthajítom a te zárkát. Jó, én sajnálom ezt a kellemet. PAM! Ott van egy szar! Egyet te gyászomusi! Fúj, a számba! Szétcsattant a szar, tiszta szar vagy te buzi! Most letolom a gatyámat. Hát, az mi lesz? De legugolok, oda tartom a tenyeremet, mert beleszarok. Összegyúrom, mint a hallgója. És oda dobom a cellába. Fuck! Hát ez mellé, te csöves! Szoporn Ica! Hát az még jó, de ez az üveg... A nagyanyádnak a neveit vetted fel. Milyen nagyanyád? A tiédet basztam halálra. Üveges köcsög. Igeci. Kinyitom az ajtót, kulcssal. És már kérted a hajtót is? Tessék, nyitva van. Hagyjuk itt az üveget, itt kéne hagyni. Berakom a kulcsot a zárba. És kinyitom. Üveges tojás. Na. Alkalmatod. Figyelj már, geci. Buzi üveg. Hallasz? Na. Tőled nem vették el a fegyver? Adtak egyet. Adjatok fel nekem is. Kapcsolt be te is a szirénát. Kapcsolt fel, hogy te is szirénál.
ugyanoda mentek. Eset van. De nem a leggyorsabb ez a fucsi. Baszd meg, figyelj Lali! Te nem vagy a leggyorsabb észjárású, baszd meg! Nézd meg, mit csináltál! Tényleg te buzik üveg! A kurva anyádat, te foggeci! Milyen üveg vagy te? 2 forintot se adnék érted, ha visszahoznának? Néha azon gondolkodok, baszd meg, ha egy IQ-val kevesebb lenne, összeszarrád az udvart, mint a csirkék! Hogy lehetsz ilyen hülye?! Ne! A kurva anyádat, te! Ne. Te buzi! Te fogas, geci! Te hótfasz! A rák megesz! Lesz-e üveg, geci! Ez jár neked! Muszáj volt fölpofozni az üveget. Hát ennyi volt a rendőrködés. Majd lesz még valami biztosan. Hát ez kurva jó volt ma egyébként. Srácok, szerintem ez ennyi lesz. Na, szóval kösz szépen, hogy itt voltunk, nagyon szépen köszönök mindent. A lájkokat, a szubokat, a donációt, a csillagot és mindent is. Szevasztok és jó pihedés, kösz, hogy velem tartottatok ma. Csá mindenkinek, és hello!